Idén is táborba várják az iskolásokat a Zsolnai Kulturális Negyedben. Kétféle tematikus, napközis, tehát naponta hazamenős tábor fogadja az univerzum iránt fokozott érdeklődést mutató gyerekeket. Az egyik tábor a természettudomány oldaláról közelíti meg az űrt. Lesznek humoros fizikai kísérletek, kipróbálhatják a labor interaktív varázstér játékait, de bepillanthatnak a virtuális valóságba is, hiszen a VR univerzumban például kipróbálhatják, hogy milyen a súlytalanság a nemzet közi űrállomáson, vagy akár részt vehetnek Neil Armstrong-gal a holdra szálláson is, de lesz drónröptetés, irányíthatnak a Mars felszínén robotot, lesznek ügyességi játékok, kézműves foglalkozások, cukorka készítés, úgyhogy ez abszolút a 7-10 éves korosztálynak szerintem egy szuper kikapcsolódás lesz. A másik nyári napközi a Zűr Kortárs Junior Nappali Tábor. Ennek központi helye a negyedben található M21 galéria. Itt május végén egy kiállítás nyílik, amely szintén az űr témáját helyezi előtérbe. Lesz itt divat, design, képzőművészet, fotó, videójátékok, videóklippek, tehát a legkülönbözőbb területek hogyan értelmezik és ragadják meg az űrt. Ráadásul egy ilyen hatalmas űrállomásunkon itt interaktív játékok is fokozzák az űrélményt, és a Kortárs Junior múzeumpedagógiai csapata pedig ehhez kapcsolódóan fog majd tábort tartani, Zűr címmel, ahol a gyerekek a tudomány és a művészet határterületét fogják taglalni, miközben a vizuális kultúra, a vizuális nevelés fejlesztése is középpontba kerül. A napközis táborok két korosztálynak szólnak. Június 20 és 24-e között az általános iskola alsósait, míg július 4 és 8-a között a felsős diákokat várják.